Hamarosan, ami azt jelenti, hogy még idén tavasszal el fog indulni a Magyar Falu programnak egy újabb pillére, egy újabb lába, ez pedig a vállalkozás újraindítási program. Ennek a legfontosabb célja az, hogy minél több munkahelyet meg lehessen őrizni, vagy akár újakat lehessen létesíteni, és persze, hogy a legkisebb mikrovállalkozásokat segíteni lehessen. Első körben egy 25 milliárd forintos pályázati keretösszegről tudunk beszélni, ezt kifejezetten az 5000 fő alatti településeken működő és 10 fő alatti vállalkozások tudják majd igénybe venni. Ez 2 és 10 millió forintos összeget tud vállalkozásonként jelenteni, és ez akár kombinálható azzal a 10 millió forintos gyorskölcsönnel, amit már korábban bejelentett a kormány. Ez a 2 és 10 millió forint közötti összeg, ez tehát egy vissza nem térítendő összeg, 70%-os intenzitást jelent, tehát minden 100 forintból 70 az, amit az állam tud maximálisan vállalni egy-egy beruházás költségével. Nagyon sokféle módon felhasználható ez az összeg. Bérekre, gépekre, műhelyekre, információs technológiai fejlesztésekre és képzésekre is fel lehet majd ezeket használni. Ennek a pályázatnak az egyik feltétele az Európai Uniós követelmények miatt, hogy legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkeznie kell annak a vállalkozásnak, amely ezt a támogatást igénybe kívánja venni.